Fésű Séva, jó ét, bocsok! Jó ét, bocsok! Jó ét, mackó, mami! A medvebarlang hálófülkéjében mackó néni minden este ezek után a szavak után borított ibolya levelet a Szent János bogár lámpára, hogy három bocsa hamarabb elaludjék. Azok pedig minden áldott este viszont ilyenkor kezdtek élni, mintha egész napi erejüket és virgonságukat most arra tartogatták volna. Látszólag engedelmesen ráhúzták a moha paplant a félfülükre, de a másikat szabadon hagyták, hogy hallják, mikor lépj át mackó mami a hálószoba barlang küszöbét. Mert abban a pillanatban elkezdődött a huncutságok sorozata, hol így, hol úgy, de a cél mindig ugyanaz volt, húzni az időt, hogy ne kelljen még aludni. A hét minden napjának estejére tartogattak valami csalafintaságot. Hétfőn Dörmi szólalt meg, mielőtt még mackó mama átlépte volna a küszöböt. Én nem kaptam puszit! Már hogy ne kaptál volna, kisfiam? De én egyel kevesebbet kaptam, mint Brumcsi, és hozzátette szemrehányó tekintettel, megszámoltam. Még a szája is legörbült. Mackó mamának sürgősen igazságot, azaz, hogy pótpuszit kellett osztania. De addigra már a másik két kis bocs is lerúgta a paplant, és körülugrálta. Én is kérek még, én is kevesebbet kaptam, én is kérek puszit. Mire vége szakadt a nagy cuppogásnak, hízelkedésnek, kilencet kakukolt az óra. Mélységes, rengeteg, még nem volt idő mosogatni, kiáltott föl Mackó néni, és szigorúan toppantott. Ilyen aztán nem lesz többet. Hát nem is lett, mert kedre más műsor teszeltek ki a bocsok. Pók van az ágyamban, kiáltott föl Brumcsi másnap este, aminek az lett a következménye, hogy mind a három ágyat össze-vissza kellett túrni. Pókot természetesen nem találtak sehol, hiába bizonygatta Brumcsi, hogy nagy volt és fekete, de mire véget lett a hajcihőnek, az óra tizet kahukolt. Jóságos, mézes puttony, kapott a fejéhez Mackó mama. Még ezek után kell kimosnom a mackó nadrágjaitokat. Szerdán Dörmi kért vizet elalvás előtt. Egy negyed óra múlva a Brumcsinak száradt ki a torka, valamivel később pedig Lomposka akart egy pohár harmat vízzel telepedni. Mackó mama már háromszor hagyta félbe a vasalást aznap este, amire csak ilyenkor jutott viszont ideje, mert napközben egy bálnásban dolgozott. Egyedül nevelte a három bozontos bocsát, és sohasem volt szíve nevet mondani nekik, ha valamit kértek. Azok pedig csak viháncoltak, kuncogtak, pompásan szórakoztak. Így ment ez heteken keresztül, míg egyszer furcsa dolog történt. Azon az estén Lomposka lett volna soros a huncutságban, de elkésett a nyöszörgéssel, mert Mackó nénik szokatlanul gyorsan köszönt el tőlük, és ment ki az ajtón. Közben valami olyasmi dörmögött, hogy megint fáradt nagyon, nem csoda, hogy elszámolta magát a málnával, és most kezdheti előről az egészet. Lomposkát megszitta a két testvére, hogy így ügyetlenkedett, de aztán hamarosan készen volt a aznapi huncutság tervük. Szúnyogokat fogunk csapkodni, jelentette ki diadalmasan Dörmi. Erre majd biztos bejön a mami a nagy partvissal, és az olyan mulatságos, hogy legalább 11-ig fel leszünk. El is kezdődött a csetepaté. Először csak a mancsukkal csapkodtak. De Mackó mami nem jött be megkérdezni, hogy mi az. Elő a papucsot, elő a kispárnát, elő a tegnapi újságot, és pif, puf, dír, dur. De odakint néma csend. Dörmi már visongott? Odakint semmi lesz. Brumcsi véletlenül nyakon csapta Lomposkát, amire az bőgni kezdett. Erre már csak bejön Mackó mami. De nem jött. A bocsok hirtelen elhallgattak. Valami furcsa csend volt a levegőben. Lábújhegyen egymás után ostantak ki körülnézni. A konyhában égett a János bogár lámpa, s ott állt a mosatlan edény nagy halomban. De hol van Mackó mami? Dolga végezetlen aludni ment volna. Dehogy ment szegény, ott aludt el málna számolás közben, az egyik barlangmélyedésben az asztalra borulva. Dörmi odaszaladt, hogy felköltse, de Brumcsi hirtelen erélyesen visszahúzta. Csitt! Brumcsi addig csak egy bocs volt. Fáramászó, mézett torkoskodó, huncut kölyök, mint a két öccse. De most egyszerre úgy érezte, hogy ő az okosabb. Okos és jó mackó kislány, akinek ilyen esetben ki kell találnia, hogy mi a teendő. Lomposka ráásított. Igazad van, menjünk mi is aludni. Nem addig öcskös, hiszen 11-ig fenn akartál maradni, nem igaz? De most már minek? Kérdezte vissza Dörmi. Mulatság úgysem lesz. Dehogy nem, emelte fel hangját Brumcsi, de csak annyira, hogy mackó mamit ne ébresze fel. Ezután jön csak az igazi mulatság. No, miért néztek így rám? Hát olyan buták vagytok, hogy magatoktól ki sem találjátok, mire gondolok. De a bocsok nem voltak buták. Mackó mami csak hajnaltájt ébredt fel mély álmából, de akkor úgy meglepődött, hogy azt sem tudta mondani, mélységes rengeteg. A konyhában olyan rend és tisztaság volt, mint vasárnap délután, minden el volt mosogatva, el volt pakolva, a nagy kosár málnán pedig egy cédulát talált, pontosan 911 szem, megszámoltuk. Na azt a puszit és simogatást, amit ezek után a bocsok kaptak, viszont nem számolta meg senki, de attól kezdve, ha Mackó mami azt mondta este,
Jó ét, bocsok! Minden mackó füle eltűnt a paplan alatt, és olyan áldott csend lett, hogy még a betévett esti pillaszárny az ízenését is meg lehetett hallani.